Tisztelettel köszöntöm a Törzsasztal nézőit. Fönn vagyunk Budapesten, a Szegedi Halászcsárdába, és egy nagyon finom mediterrán ételt szeretnénk bemutatni, de még mielőtt az ételről beszélnénk, bemutatom Kádár német Matild kolléganőmet, akivel együtt fogunk főzni, és ahogy mondtam, egy nagyon egyszerű mediterrán halacskát fogunk készíteni, amit egy kis ananász ágyra fogjunk rárakni, meg fogjuk sütni a harcsát, rárakjuk a parajt, a parajra rárakjuk a finom sajtot, amit szintén meg fogunk sütni, úgyhogy szerintem fogjunk hozzá. Gyönyörű harcsafilén van, ez egy szürke harcsa, nagyon finom, ki van filézve. Szép szelet harcsákat vágunk. Természetesen egy kis tengeri sóval fogjuk megfűszerezni, vagy megízesíteni. Azután egy kis finom őrölt bors, amit nem is őrölt, hanem tört bors. Másik oldalát is. Erre is egy kis borsot teszünk rá bátran. Össze is állt. És készül az ananász ágy közbe. Addig előkészítem a sajtot is. Karikákat szeretnék kérni. Gyönyörűen pirulnak. Egy kis barna cukrot szórunk rá. Keresünk egy kis citromfűvet, ez nincs, viszont ez nagyon jó lesz rá. Elősítettük ezeket a finom ananász karikákat, ezt félrehúzzuk, hogy melegen maradjon. Egy kis olajat öntünk megint alá, és jöhetnek a harcsafilék. Ez a halféleség, tehát a halhúsok általában nagyon gyorsan megsülnek. Közben a sajt borításokat is ide rakjuk, hogy süljenek ők is. A sajtokat elősítettük, félre rakjuk. És most már a harcsa filék is szépen megsültek, azt hiszem, hogy rakhatjuk rá a parajt. Ez egy kicsit soknak fog tűnni, de ez nagyon szépen össze fog ez esni, tehát teszünk rá egy kis sót.
és ugye a parajhoz nagyon jó illik a fokhagyma, a halhoz is nagyon jó illik a fokhagyma. Átpárolódott ragyogóan ez a paraj, ahogy mondtam, nagyon picire össze tud esni. Bátran megfokhagymázzuk. És azt gondolom, hogy tálalhatunk is. Hát, akkor berakjuk ide az ananászkarikákat. Ráépítjük ezeket a finom harcsafiléket. Elosztjuk ezt a kis fokhagymás parajt. Így, és akkor most már csak a sajtborítást rakjuk rá. Úgy tálaljuk, hogy azért a harcsafile is és a para is látszon egy kicsit. Hát nincs is más dolgunk, mint hogy jó étvágyat kívánunk kedves nézőinknek!